Hát ne éljünk úgy az életet, emberi testbe, hogy állatok legyünk, mert ez egy nagyon-nagyon rossz szerencse, ez egy nagyon rossz sors. Mert ha én most úgy élek, hogy állatként megszülessek, abban a testben, abban a helyzetben semmit nem tudok megtenni. Mert ez ugyanúgy, mint a valaki, aki börtönbe kerül, ha már börtönbe került, Inkább azt mondja, hogy ne él úgy, hogy kell ilyen börtönbe kerülni. Amikor valaki börtönbe került, akkor ott le kell ülni meg határozott időt, amit ítéletre hozták. Ugyanúgy itt is sajnos, aki már állati testben fog születni, akkor nagyon-nagyon sok állati testen át kell menni, mert mondjuk, hogy aki most kutyatestben született, kutya Élet után nem születhet újra emberi testbe, hanem állati világba a tudatoknak a fejlettsége által van hierarchia, és amikor végül valaki születik olyan állati formákban, fajokba, ami közel az emberi tudathoz, csak utána tud születni emberi testbe. Szóval ez egy nagy a fölösleges és nagy a hosszú út, de. Ha valakinek otthon már megvannak az állatok, kutya és macska, vagy bármi, bármi másféle, akkor hogyha valaki eteti ezeket az állatokat, szentelt ételt le kell, mondjuk mi úgy hívják, hogy praszádem, ami Istennek, Kristának felajánljunk speciális rituáli által, ezek az állatok, ezek a lelkek elégetik a karmájukat, ezzel a szentétel által, és következő születéskor nem kell menni tovább a hierarchia lépcsőn, következő magasabb szintű testekbe, hanem mivel el van égetve állati karma, akkor rögtön emberi testbe tudnak születni. Szóval ne éljünk így, hogy állatok szülessünk állati testben, és segítsünk a mi házi állatunknak következő életben emberi testben születni.